Délután a templom kertben Karcagi Nagy Zoltán és Andi Hello Hello Gyerekek című koncertjét hallgathatták meg a gyermekek, valamint az Almaszó zenekar szórakoztatta az ide látogatókat. A templomkertben a délután folyamán Karcagi Nagy Zoltán és Andi Hello Hello Gyerekek című koncertjét hallgathatták meg a gyermekek, valamint az Almaszó zenekar szórakoztatta az ide látogatókat. Kézműves tevékenységekkel kedveskedtünk a gyerekeknek, illetve még mindig javában zajlanak a kézműves tevékenységek. Helytörténeti kis vetélkedőbe kapcsolódhatnak be, arcfestés, ugrálóvár várja a kicsiket. És természetesen a templomkertben vehetik át a vendégeink, akik regisztráltak, a hagyományos ételünket, ami most a mai napon a tarhonyás hús. Itt a városközpontban, a Kálvin úti színpadon pedig 17:30-kor fog színpadra lépni a Stone, illetve őket fogja majd kis követni a Punami Masszív. A gyerekek mellett sok nagymama, a szülő együtt énekelte a fellépő művésszel az énekeket. Kicsit nosztalgiáztak a gyerekkorukat visszaidéző dalokkal. Mai délutánra igyekeztünk olyan fellépőket hívni a gyerekekhez, akik olyan dalokkal szórakoztatják a mai kicsiket, amely slágerként szólalt meg annak idején még a nagyszülők, vagy dégy nagyszülők, vagy akár a szülők idejében is, és főleg Halász Jutka slágereit, dalait hallhatták a gyerekek, amelyet természetesen ismernek a szülők, nagyszülők is. Mint Gánóczi Ferenc, a Bengecseg Alapítvány képviselője elmondta, a templomkertben különböző népi játékokkal, például kunkötéssel, ördöglagat készítéssel, egy berendezett piaci fotósarokkal, régi eszközökkel várták a gyerekeket, és egy város ismereti totóval is, ahol a legjobb megfejtők egy-egy Ferdinándot kaphattak. Megkeresik ezeket a helyszíneket, egy kis útbaigazítás is van, a szülők is segíthetnek nekik, és aztán visszahozzák nekünk a kérdőívet, és megkapják a jutalmukat. Akkor is, ha nem tökéletes minden válasz. A táncoló tulipán kunhímző szakkör tagjai bemutatót tartottak Nagy Pálné Pádár Ágnes vezetésével. Szeretnék, ha a fiatalok is kedvet kapnának a kunhímzés elsajátításához, amely ma már a viseleti ruhákon túl a használati eszközökön is egyre népszerűbb, divatba jött. Többféle hímzés van egyébként a nagykunságon, és van, amelyik sokkal alkalmasabb a ruházat, a viselet díszítésére, mint mondjuk a lakástextíliaként használt gyapjúhímzés, úgyhogy most ezen dolgozunk, hogy a szűcs és a szűrhímzéseket hogyan tudjuk rávinni a viseletekre. Igyekszünk a mai divatot figyelni, követni, hogy mi az, amit ma hordanak fiatalok, idősebbek, mondjuk az idősebbeknek inkább a klasszikus az ízlése, ahogy régen tudták ezt több évtizeddel ezelőtt. Mi igyekszünk a mai divatos formákat, elhelyezéseket tanulmányozni, hogy tudjuk a mai tárgyakra rátenni a hagyományos mintákat. Őrsiné Pető Anna, a Kun Rózsa csipkekör vezetője és tagja is szívesen megmutatták az érdeklődőknek a vert csipkekészítés kulisszatitkait. Nagyon szeretjük készíteni a csipkéket, nehéz munka, nem munka, nehéz hobbi, de nagyon szép, és nagyon szívesen várnánk az új tagokat a csoportunkba. Nem csak azért, hogy csipkézünk, természetesen azért is, de jó a társaság, jókat beszélgetünk, elmondjuk bunkat, bánatunkat, mintákat cserélünk, internetről ismerkedünk a csipke mintákkal. Szeretettel várunk mindenkit péntek délutánonként a Dériné Művelődési Központban. A szakkörvezető szívesen várja az új, fiatal és idősebb érdeklődő asszonyokat, gyermekeket is, hogy átadhassák tudásukat, és fennmaradjon a karcagi csipkeminta az utókor számára is. Egy gyönyörű vert csipkegallér ma is divat, de újra gondolt régi mintákat is meg lehet a szakkörben tanulni.